Ferencváros mérkőzésen úgy gondolom, hogy éjszaka felidőben nagyon jól játszottunk, nagyon jó kapus teljesítmény volt, védekezésben is ügyesek voltak a lányok, meg a támadásban ott már kicsit nehezebb ment, de hát 11. perc után már tudtunk a Januri Kingának is gólt dobni. Szóval tök jó volt és a felidő. A második felidőben sokkal komolyabban vettek minket a ferencvároséket, és hát megmutattak a gálában, hogy tudásszintjüket, és nekünk nem nagyon sikerült, amit akartunk. Abszolút az első felidő értékelhető volt. A másodikban pedig hát sajnos ott felülkerekedett a Fradi fölénye. Azt gondolom, hogy ez kicsit olyan volt, mint az idei szezonunk. Elég felemás, volt egy nagyon jó periódus, meg egy rosszabb. Hát érdmeccs, én úgy gondolom, ez is a bajnokságban egyik legfontosabb meccs, főleg nekünk nagyon komoly hiányérzetünk van Érddel szemben, mi nagyon kikoptunk a hazai pályán, hogy nem ilyen eredményre számítatunk, azért most megyünk az Érdre és próbáljuk bebizonyítani, meg megszerezni 2 pontot. A szezon alakulásához képest mindegyik csapat elérte a kitűzött célját, ugye bent maradunk. Ettől függetlenül én nagy csatára számítok, azt gondolom, hogy egy kiki meccs lesz. Szerintem a védekezés és a kapus teljesítmény fog dönteni, hogy tudjuk megállítani őket, hiszen a végsőkig mennek, nem állnak meg soha, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lesz a mérvadó. Gyors játékot játszanak, hát lerohanásokból erősek, jól védekeznek, gyorsak, így próbáljuk megakadályozni a játékokat. 11. vagy 12. hely, ez is sokat számít, hogy számunkra, hogy melyik helyen végzünk a bajnokságot. Úgy gondolom, és többen előre is mondhatom, hogy mindenki szeretné jó szájízzel zárni ezt a szezont, úgyhogy mindenképp szeretnénk győzni Érden. Amúgy is azt gondolom, hogy számunkra ez egy külön presztízs mérkőzés, úgyhogy szeretnénk pozitívan 2 ponttal zárni ezt a szezont.